Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Hú, de kék a háttér. Nagyon érdekes. Na mindegy. Szép estét kívánok. Elnézést a délutáni elmaradásért. Elmaradt a délután. Egy váratlan dolog közbe jött. Pótoljuk majd, amint sor kerül rá. Reméljük a közeljövőben. De most itt vagyok, este. És az alkalom, hogy szülinapos a csatorna, mégpedig 3 éves. 3 éve volt az első stream. Ja, ezt is megértük. Úgyhogy, hát menjünk tovább. Igazából. Ami ma fog történni, két játékkal fogunk hát játszani, amennyiben sikerül. Két gyerekkori, hát kedvencem talán, az egyik biztosan, és a másikkal is sokat játszottam. Alapvetően az egyik 92-ben, a másik 93-ban jelent meg, mindkettővel Amigán játszottam, mert nekem Amigán volt gyerekkoromban, aztán persze később lett PC is, de az már egy másik időszak volt, úgyhogy ezt a két játékot fogjuk megnézni, és az első pedig az Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Nem ez a legelső Indiana Jones játék, volt egy ennél korábban is már több is, ugye 88-ban vagy 7-ben, nem is tudom pontosan már, de valahogy akörül is jelent már meg Indiana Jones játék. Ha jól emlékszem, Amigára ez volt az első, vagy talán a második, de mindegy, nekem ez volt meg, én ezzel játszottam nagyon sokat. A másik játék pedig a 93-ban megjelent The Settlers lesz, aminek ugye pár hete jelent meg a rebootja. Hát kisebb-nagyobb sikerrel. Fogunk azzal is játszani majd, de most megnézzük az eredetit. Hát igen, sok idő eltelt. Valamelyik nap ránéztem, hát pontosabban ma ránéztem, hogy elindul-e, mert végül nagy nehezen iszonyatos hekkelések árán sikerült megvennem. Fene gondolta volna, hogy ha az ember akar valamit venni, az ilyen nehéz. Pénzt költeni általában könnyű. Na mindegy, Ubisoftról van szó, szóval bármi lehet. A lényeg, hogy egy magyar VPN-en keresztül sikerült megvennem a játékot a Ubisoft Store-ba. Na mindegy. A lényeg, hogy egyébként megvan, működik, és játszunk vele. Úgyhogy, ja. Mondom, egyszerűen felfoghatatlan, hogy mit művel a Ubisoft. Innen UK-ből nem működött. Nem tudom. Na mindegy. Jó. Próbálom itt beizíteni a dolgokat. Nem egyszerű a helyzet, de megoldjuk. Alapvetően ez a port, ez nem olyan rossz. Ez a Indiana Jones and the Fate of Atlantis lesz. Ezt alapvetően ügyesen megoldották, mert hogyha kikattintok az ablakból, akkor lepózálja. Na nézzük. Oké. Ha hangos vagy halk vagy valami, akkor szóljatok nyugodtan. Mondom, ez 92-ben. Az intrót nem lehet elkattintani, tehát azt felejtsd el. Végigvárod. Na és az Amigán, hát ilyen, mint a 320x200-as monitoron, és így megjön Indi. All right, Jones, how you gonna find that statue and all this junk? Abban nem vagyok biztos, hogy szöveg is volt alatta. Na mindegy, a lényeg, hogy így kellett kattintgatni, és így lehet menni. Some kind of funeral urn. Igen, szerintem beszéd nem volt. Some kind of funeral urn. Na jó, és akkor... Some kind of funeral urn. Jó, akkor azzal semmit nem lehet. Itt egy gargoyle. A gargoyle or good imitation. Hát igen, fogalmazzunk úgy, hogy... Marcus still thinks this chest belonged to Columbus.
hogy in medias res amúgy a kezdés. Aha, itt még van egy szobor. A copy of an Egyptian statue of Horus. És itt is van egy szobor. Poor Marcus. He thought this was a Maasai warrior. Na jó, és hogy megyünk tovább? It's a genuine candlestick. Oké. Marcus still thinks this chest belonged to Columbus. A fancy hangkártya az akkoriban nem volt már Amiga legalábbis. Itt is van egy szobor. It's a stone carving of Shiva. És itt is van egy. Ó! Oh! Igen, így már emlékszem. Uff. Szerintem beszédhangot nem tudtak tárolni. Nekem az a gyanúm, hogy ilyen minőségben biztos, hogy nem. Fancy hangkártya, hát kellett hozzá egy hangprocesszor, az biztos. De akkor csak ilyen PCM hangokat tudtak még, hát amilyen zenét halljátok, ez a 8 bites, vagy nem is tudom. De én nekem a beszédhang az nem rémlik, szerintem azt nem tudtak csinálni. Várjatok már egy pillanatot. Bocsi. Oké. The label says unidentified potsherds. Potsherds. Marcus thought potlatch Indians carved this. Looks like a movie prop to me. És nekem is úgy rémlik, hogy csak ilyen tehát csak a szöveg volt. Looks like textiles from the Shamit collection. De lehet, hogy tévedek. Meg ugye ez kijött DOS-ra is, tehát alapvetően azon is működött. Mi ez az Arrowhead itt? It's from the Shamit collection. Very sharp. Aha. Meg kijött Macintosh-ra is. Egyébként ez a játék, tehát Amigán, DOS-on és Macintoson volt elérhető. Itt egy kötél. Pű! Ja, 1440p-s monitoron azért nem nagy a játék, nektek ki van nagyítva. Igen, a grafika is valamennyivel jobb, tehát szerintem a felbontáson mindenképp javítottak, meg úgy az egész, hát jobb, na, hát valamennyivel. Azt mondja, mindet elolvasta. Oké. Okay. These books don't look familiar. Uh-oh. Indíts nagyobb felbontású? Picit javítottak rajta. Hát, sokat mondjuk nem, de... Igen. Mondom, a hang is biztos jobb, mert... tehát beszédhangot, az a baj, tehát ezek a játékok, szerintem ez is mondjuk egy, max. Két floppy, úgy képzeljétek el, tehát ilyen néhány megabyte, szóval az, hogy hangokat, ráadásul akkor még, hát ugye MP3 se volt, semmiféle, tehát mondom, ilyen PCM hangokat tudtak generálni. A cheap copy of a Siamese idol. Tehát kb. Esélytelen volt, hogy... Looks pretty slippery.
hogy ezt egy flopira rá tudják tenni. Looks pretty slippery. Na, itt akkor megint keressem meg, hogy mit kell csinálni. Igen, az egyik macska igazi volt. It's hot. Na hát, kályha meleg. Oké. Okay. I'll be. Here's what I've been searching for. Na, mi az? Egy kis szobor. Strange looking thing. I wonder where Marcus picked it up. Aha. Tehát ez Marcus szerezte valonnan. Ugye ez pedig az egyetem, ahol ugye dolgozik. Legalábbis, ha jól emlékszem, már ott vagyunk az egyetemen. Indy? You don't look at all well, Dr. Charles. Exploring our collections can be dangerous, Mr. What was your name again? Smith. Smith. Tell me, did you find a lock to match my key? You bet I did. Take a look. What are you waiting for? Let's open it. Why not? It's an obvious fake. You may think so, Doctor, but I believe we are opening a new chapter in history. My word, Indy, a small metal bead. Jewelry, perhaps? I still think it's a fake. Then you won't mind if I take it. Oh. Ready, Smith. És pisztolyt rántott. Stand back, gentlemen. I hope you've got a getaway car waiting. You'll need one. What is place? Ó, csak nem. Igen, ugye az Indiana Jones filmekben, könyvekben, mindenben, ugye a nácik az visszatérő téma. Tehát szinte mindig nácik ellen. Klaus Kerner, huh? Good Lord, Indy, the man some sort of agent from the Third Reich. What does the spy want with the Buddhist statue? I lied, Marcus. I don't think it's a phony. I can't place the style, but it's old. Look what else our friend was carrying. An old copy of National Archaeology, and there you are in Iceland. Yeah, field supervisor for the Jastrow expedition. My first real job. Who's the woman? Sophia Hapgood. She was my assistant, a spoiled rich kid from Boston, rebelling against her family. Where is she now? She gave up archaeology to become a psychic. How odd. You can say that again. Indy, Kerner found you. What if he finds her? We should warn the woman. You're right. I want to know more about that statue. You know, Marcus, the coldest year of my life was the one I spent in Iceland with Sophia. Oké, okay, mondjuk ez nem annyira meglepő. A segítadri foglalkozok, csak lehet, hogy elkerült a figyelmem, elnézést. Köszönöm, látom most már, igen, látom. Köszönöm. Még Kazin megvan?
Hát igen. Pár kazin még nekem is van otthon, mondjuk nekem van hozzá magnóm is. Jó, na és akkor most már kaptunk kontraszt is, és itt ezek ilyen actionök, amiket tudunk használni. Itt meg a, hát az itemek lesznek, hogyha jól emlékszem. És hát sétálni meg ugyanúgy tudunk. Jó, azt mondja, hogy Madame Sophia Tonight. Hát, remélem látjátok ti is. Nem, tényleg nagyon kicsi, és az a baj, hogy nem tudok nagyítani magamnak az ablakon, de mindegy, majd lehet, hogy nézem én is a streamen. Jó, szóval itt tudunk jönni-menni. Hát nem is tudom, hogy... Use phone booth. I can't make a call, I'm out of nickels. Aha, és akkor itt mondja nekünk, hogy hát nem tud telefonálni, mert nincsen aprója. Hát igen, a felbontás az olyan, amilyen. Jó, kicsit segít nekünk a játék. It's today's paper. Talán ez is, mintha új lenne, mert eddig, legalábbis az eredetiben, én nem emlékszem arra, hogy highlightolta volna az action-t, és neked kellett kitalálni, hogy mivel mit lehet csinálni. De nem biztos. Na mindegy, hát a taxit tudjuk használni. A jegy árusítóval tudunk itt beszélni. Talk to the ticket taker. Hello there. The show sold out, sir. Oh. No seats, no standing room, no exception. Ez szomorú. Hát, csak így nem tudunk bemenni. Open. The doors are locked, sir. Igen. Hát... Akkor használj... Hát igen, nem tudom, erre el tudunk-e jönni. Megpróbálunk hátul beosonni. Ó, igen. Igen, erre gondolom... Aha, itt van a tűzlétre. Hát megpróbáljuk ezt az ajtót kinyitni. Érdekes. Ó! Halló! Aha. Hát az, hogy engedj be, de Darwin-i rémálom, az nem valószínű, hogy működni fog. Azért vagyunk itt, hogy megjavítsuk a fényeket. Enjoy Madame's outrageous orations. I'm here to enjoy Madame's outrageous orations. This ain't that kind of show. Okay. Just let me in, you ape. Nem, az nem fog működni. Félreértés van. Madame Sophia egy komoly gondolkodó. Oh, of course not. Madame Sophia is a serious thinker. Don't kid around, pal. You're talking about my idol. No kidding. I think she's the greatest. Me too. There's something about her. Tehát nagyon csinos. Nagy... Hát, cerebrum... Tud... Nem is tudom, hogy az hogy fordítsuk, nagy agya van. Nagyon okos. Tudjuk, hogyan zavarjon össze. Hát smart, szerintem az a legokosabb. Yeah, she's very smart. Smart, I'll say. You know what I really like? It's the way she... Pons fogs out of there. Nem. Makes things so easy to understand? Az igen.
Hire poor Neanderthals like you. Geniális. The way she makes things easy to understand? That's it. All that smart stuff seems so easy when I'm listening to her. Say, you're okay for a college boy. Come on in. És bent is vagyunk. Bedumáltunk magunkat. Oké. Okay. Na, itt megy a műsor. Ez egy ilyen stagehand. Hát az fogalmam sincs, hogy az mi magyarul. Aki itt irányítja a színpadon a dolgokat. Aha! You must be the new doorman. About time they got rid of Biff. He was such a pushover. Nem, ez nem akarunk beszélni az a pszichopatával. Hívd ide azt a csalót, nem. Reading with Miss Hapgood. I want a reading with Miss Hapgood. Are you crazy? During the show? Write a letter. Excuse me. Take it easy and watch the show. Here, my friends, is Atlantis, as it might have appeared in its heyday. Glorious, prosperous, socially and technically advanced. Beyond our wildest dreams. Színpadkéz, köszi, nevermind. 5,000 years ago, while everyone else still wore animal skins, the mighty spirits of Atlantis dared to build a city where knowledge and power were united in true happiness. Centuries later, the famous philosopher Plato wrote about it. He placed Atlantis on a continent out in the deep ocean and described how it was divided into three circular parts, such as you see here. Isn't she something? She can go on for hours. Remek. Hey, she's just coming to the exciting part. What befell the serene city? We may never know for sure. Was it the sea level slowly creeping higher, or the earth itself suddenly shifting? However it happened, panic must have gripped the citizens on that fateful day when proud Atlantis sank beneath the waves. Or perhaps it was a volcanic eruption, and something remains even now. On some questions, the great spirit who guides my thoughts, the all-seeing Nerab-Sal, is silent. I've been through this 100 times. The woman never stops. Szóval már 100-szor meghallgattam, sose hagyja abba. Jó, hát nem tudom. Excuse me. Yeah, what now? El kéne küldenünk innen. You look tired. Wouldn't you like to call it a day? Nah, sooner or later I get to run the ghost out there. That's always a big moment. Hogy a szellemet ott el kéne húzni majd. Excuse me. Yeah, what now? Isn't there something you'd rather be doing? Like what? Show business is my whole life. Nevermind, benne vagy a játékban. Azt mondja, hogy... Don't you ever get bored? She does rattle on, but I've got a job to do. Ah, tehát van feladata. Excuse me.
Yeah, what now? Don't you have any hobbies? Sure, I read. Oh, adjunk neki valamit, amit olvashat. What if I give you something to read? I might take a look. Ó, és akkor ezt... Na várjátok, ez mi? This was taken a long while ago. Ja igen, ez az a papír, amit kaptunk, vagy könyv. Here. No thanks. I read it years ago. I still got my own copy. Nem, azt nem olvass el. Akkor lehet, hogy az újságot kellett volna megvenni. Na jó, azt mondjuk, hogy ki van rúgva. Mit szóltok ehhez? Excuse me. Yeah, az, az lehet, hogy nem tudjuk mondani. Don't you ever read? Sure, it's a hobby of mine. What if I give you something to walk away? A bribe? Who do you think you're talking to? Hey! Jó, arra nem tudunk menni. She's still talking. Megpróbáljuk ezt az újság. De az a baj... It's today's paper. I don't think that'll work. Na vajon itt mit kell csinálni? It's a crate. Aha. Tehát így arrébb tudjuk tolni. I can't reach it. I can't reach it. The way looks blocked. I can't reach it. I can't reach it. De... Oh, okay. The way looks blocked. Okay. Yo. Hey. She's still talking. Ah, this is amazing. És akkor mit csinálják vele? Excuse me. Yeah, what now? Don't you have any hobbies? Sure, I read. Too bad I don't have anything to offer. Stop pestering me and watch the show, will ya? Will ya? De ezt nem tudjuk odaadni neki. Ja, oda nem tudunk menni. She's still talking. Hold on. Jó, a stage-re nem tudunk. Excuse me. Yeah, what now? Igen, az biztos, hogy valami olvasni valót kell neki adni. Sure, it's a hobby of mine. What if I give you something to read? I might take a look. Jó, de ezt nem tudjuk odaadni neki. Tehát give.
Here. No thanks. Igen, ezt olvastam el. Akkor valami más olvasnivalót kéne találni? De itt meg nem volt semmi. It's today's paper. Jó, de az újságot hogy tudom megvenni? Mert lehet, hogy az kéne csak pick up. Nem kell túl bonyolítani, úgy érzem. Na. Here. Well, well, the late edition. I wonder if the Dodgers won. Watch the lights while I find out, okay? Szerintem a Dodgers nyert, igen. Oké. Na, és akkor itt hekkeljük meg egy kicsit a dolgokat. It's a lever. Köszönöm. Nem mondod? It's a lever. Jó, mindegyik egy fogantyú. It's a lever. Hát... Push, pull. Push. A középsőt. Semmi nem történt. Toljuk meg ezt. Semmi nem történt. Akkor a baloldalit. Mindet felszóltuk. De nem történik semmi. That doesn't seem to work. Oh. Na most mindhárom zöld. Ó, itt van egy gomb. Igen. Nyomjuk meg. There it goes. A szellem. May I present Nerab-Sal, the great Atlantean god of... Deceit. Deceit. Thanks, Indy. Indiana Jones, you've got some nerve. Go back, you big jack-o'-lantern. Oh, great. Good night, folks. Ennyi volt. Come on, mister. I've got a few words to mince with you. Beszélgessünk. I'd say it's about time. Oh, no! Looks like Kerner got here first. Stay put. No one here. Igen, most körbenézünk, hogy hát, ha itt van. Hát már nincs itt. Gondolom, akkor régebben ment el. És ott volt. Egy láda mögött. Dr. Uberman. Fantastic news. We found the treasure we seek. That's the second time Kerner slipped away. What does a Nazi spy want with old statues? Have you seen the newspaper? Listen to this. Germans claim victory in worldwide race to smash the Uranian atom. Chief scientist Dr. Hans Ubermann announces plan to harness new sources of energy for the Third Reich. So? A few atoms won't even light a match. Okay. They will never find enough uranium. Sounds like they are dreaming. Practical results are years away. Talán ez a... Practical results are years away.
Of course they are. That's why they're looking for the power of Atlantis. Oh. Be serious. Power of Atlantis. I used to think you'd make a good scientist. So you're concealing important artifacts. My expedition. Stole things for my expedition. Nice, you less. Yet you stole things from my expedition. Artifacts such as archaeology has never seen. Huh. You're lucky I don't have you arrested. Us again. So what if I kept a few pieces for myself? Look for a small coppery bead under those clippings in my desk. What do you know? Turner missed the grand prize. Oh, nem találta meg. My necklace. Watch closely. The bead is made of orichalcum, the mystery metal first mentioned by Plato. Now I'll place it in the medallion's mouth. Oh, micsoda medál. Did you see that? Yeah, creepy. Is your electric bill paid up? That was Nur-Afzal. His spirit is close. Okay, tehát ez Nur-Afzal szelleme volt. Nur-ha what? Suppose I gave this orichalcum business any credence, which I don't. Aha, tehát hogyha adna is ennek valami hitelt, fogalmunk sincs, hogy hol találjuk ezt az elveszett várost, ami ráadásul ilyen misztikus, tehát lehet, hogy nem is létezik. Atlantis évszázadok óta víz alatt van. Nem tudjuk, hogy ezek a mendemondák honnan jöttek. Vagy ezek a kövek, beads, nem is tudom, hogy ez mi. És lehet, hogy most használt el az utolsót. Hát nem tudjuk, hol találjuk. We have no idea where to find your mythical lost city. Shh. I'm getting something. Nur-Afzal speaks. Igen, bead. He bids us find the... What? Oh, a book, yes. The Lost Dialogue of Plato. Mi csinál? Another fine myth. Ez a könyv egy legendás átverés, vagy kamu. Hogyha Platón ezt írta volna, akkor később erről beszéltük volna. Más szerzők. Hát valószínű Platón csak egy sztorit akart elmondani, valami jó kis mesét. Ez semmilyen könyvtárban nincs, ahol én voltam. Hát ez olyan tudományosabbnak hangzik, tehát nyilván, hogyha Platón erről beszélt volna, akkor azt más szerzők is megemlítik. If Plato wrote it, later authors would have reported it. What if the Nazis have already found a copy? You ever think of that? Mm-hmm. Jó. Hol Izlandon találta? Megkérdezhetjük, hogy Izlandon találta-e? Mit csinált? Mit keresett Izlandon? Tehát hogy kerültek Izlandra ezek a dolgok? Miért került a nácik látókörébe Izland? És miért Izland? Miért nem Florida? Hát ez elég bugyuta kérdés. Hát, hogy került a... Nazis get interested in Iceland? Antiquities dealers probably told them about me. Nice friends you have.
Oh. Who's working there these days? Ilyen antikereskedők mondhatták el. Heimdall. Maybe we should pay him a visit. Björn. Tehát lehet, hogy Björn Heimdall mondta. És akkor most elmegyünk Björnhöz. Gondolom Izlandra? Hát persze, hogy Izlandra. Csak úgy casual a 30-as években egy New York Iceland. Mi baj lehet? Ó, igen, és akkor itt van nálunk most már az ostor. Ugye a klasszik Indiana Jones. Aha. Itt a camp. It looks like someone's still living here. Aha. És akkor mit tudunk ott csinálni? Open? It doesn't seem to open. I don't think that'll work. Hát csak rá tudunk nézni. Push, pull, give. Semmit nem tudunk vele csinálni. Talk to. Nem, semmit nem tudunk vele csinálni. A trackot tudjuk használni. Let's head for the airport. Oh, a fast travel. Oké, na, jöjjünk be ide ebbe a régészeti ásatás. Ah, és ott megy a kopácsolás. Te vagy Heimdall? Dr. Björn Heimdall. Beszéljünk vele. Üdvözlet! Hello. Dr. Indiana Jones, I believe, and Madame Sophia Hapgood. Mi hangja van? My dig site now. Go away. Azt mondja, én itt én keresgélek. Aha, azt hittük, hogy Dániában kutatgat, hát ilyen északi sírok körül, North, hát északi. Ma nem vagyunk valami barátságosak, ugye? Mit találhat itt? Mit találhat itt? Doctor, what do you expect to find here? The secret of Hyperborea. That's what the Greeks called Iceland, you know. You've read how they sailed north to a fog-shrouded land and how they never set foot upon it. After traveling thousands of miles, mere fog wouldn't turn them back. Some idiots claim they've ever tailed by ghosts. Puppycock, you know what actually stopped them, John? Aha, tehát hogy a görögöket mi állította meg, hogy kikössenek Izlandon. Talán Sofiának van ötlete. Forget it. I'll just tell you. They were stopped by a force field put here by beings not of this earth. Egy erőtér állította meg őket. Fascinating, Doctor. Ah, és akkor jönnek a földön kívüliek is, mint a legtöbb Indiana Jones. Plato's Lost Dialogue. Ezek a lények hogy kerültek ide? Oké, okay, hát kérdezzünk meg erről a Lost Dialogue-ról. Plato's Lost Dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I've yet to see it. There are two people you might want to visit. Charles Sternhardt in Tikal, a shady fellow, who claims he translated the whole thing. And Philippe Costa in the Athos Islands. As a researcher, he's a farce, but he's a sharp trader. Mm-hmm. Oké. Okay. Tehát őket tudjuk megkérdezni. Why did these beings show up here? I am convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis using Hyperborea as a space port.
Up north here, we're close to the ether. It's a perfect landing site. Tehát ez egy tökéletes leszállóhely. Aha. So what's the link between Hyperborea and Atlantis? Right, the Yastro expedition, the one you're about to work on. Recently I saw pieces from it, pieces that are clearly Atlantean. I see. Somebody must have been selling them. Go ahead, blame it all on me. Oké, itt vissza tudunk kérdezni, hogyha elfelejtünk valamit. So you completely discount the supernatural? Completely. If it's supernatural, you want. Dr. Sternhardt and Costa. What is this thing you're working on? The bronze eel here? Oh, it's probably a homing beacon for wayward spaceships. Soon I'll have it out of the ice. Oké, tehát itt van egy... Jó, akkor a Lost Dialogue után fogunk menni. Visszakérdezek. Dr. Sternhardt and Costa. Jó, mindenről velük kell beszélni. Viszlát. So long. Good luck, fellow believer. Hello, believer. Jó, és akkor itt hát más nem tudunk csinálni. Beszéljünk már, ezt nem tudom, Sofiával most tudunk-e beszélni. Sofia. What's on your mind? Aha. Kapott egy kis fagyási sérülést az agya a dokinak. I think the good doctor's got frostbite of the brain. I'll say, spaceman my eye. Jó, akkor mennünk el, ha jól emlékszem, a Azori-szigeteket mondta. Let's head for the airport. Igen. Milyen menő lenne ez modern köntösbe? Amúgy pletykálnak. Mint hogyha lett is volna valami kis bejelentés, hogy lesz új Indiana Jones játék. De Ubisoft szóval... Vagy a Ubisoft-i a Indiana Jones franchise jog, ha jól emlékszem. És szerintem a Ubisoft mutatott egy kis teasert, hogy lesz új játék. This is his house? This is it. De azóta más hír nem nagyon volt. Excuse me. Yes? Never mind. Hát beszéljünk vele. Okay. Open door. Mr. Costa? Határozottan bekopogtunk. This better be important. Be careful, Indy. Humor him. Trust me. I suppose you're selling something. If it's not a priceless artifact, I don't want it. Hát, beengedni, mert rohadtuk-e pisánom. Ne ragudjon már, de... I hear you know something about Plato's lost dialogue. Maybe so, maybe no. Who are you? Hát legyünk őszinténk, nem? I'm Indiana Jones. I'm Costa, and I'm tired of talking to you. Indiana? What kind of stupid name is that? Anyád. Nice going, Indy. I could have done better. Akkor beszélj te vele, baszki. Na, bocsánat. Na. Listen. Yes? Here, you talk to the man. My pleasure. Ó, és akkor most átveszük az irányítást, és most Sofiával vagyunk. Micsoda advanced. This better be important. He's a touchy old bird.
Watch and learn, Dr. Jones. Well, hello, beautiful. Na, egyből bár, hát azért, érted? I hope my friend didn't pester you too much. He's a friend of yours? Well, no, he didn't pester me that much. Ah, annyira nem is. Aha, egy kutya után kaptuk a nevünk, nem? We need some help from you. Happy to oblige. Ennyi. A hatalom. What can you tell us about Plato's lost dialogue? What do you want to know? Mit szeretnénk tudni? Olvasta? Do you have it? Nope. Ja nem, hogy megvan-e. Ja igen, és most olvasta? Nope. De nincs meg, nem olvasta. Tudod, you know mi az? Not exactly. Tehát... Can you get it for me? Sorry. Tehát totál haszontalan az öreg. Do you know where we could find it? Well now, that depends. I might trade the information for a rare Atlantean artifact, such as a certain necklace I've heard about. Oh, és ott van a nyaklánc. Well then, if that's how you feel, surprise me. Would you do business with my friend here? Madam, I'll do business with anyone. Thanks for your help. Goodbye for now. At your command, madam. Okay. Don't be a stranger now. Interesting character. Jó, tehát kell neki valami. If not your necklace, then what, I wonder. Okay, tehát valami trade kell. De a nyakláncot nem fogja odaadni. Kutya után nevezték el. Hát ez, erre nem emlékszem, de elhiszem neked. Jó. Excuse me. Yes. I think you better take over. Menjünk Indivel. Jó, szerintem most az kéne, hogy átmegyünk a másik helyszínre. Hát ott lesz valami, amit el tudunk trédelni. Come on, let's go. Mert nyakláncot nem akarja a csajod adni. Igen, irány Tikál. Hát, ez jól látom a milyen félsziget? Yucatán. Úgyhogy most oda megyünk. Fú, egyszer oda is el akarok menni. Yucatán félszigetre. Hát, itt úgy néz ki, hogy be kell menni a dzsungelba. Sophia? Yes? How do you like the tropics? You're the one who's afraid of snakes. Great, thanks for reminding me. Igen, a kígyóktól fél, Indi. Looks like the end of the road. There's got to be a way through. Well, I'm going to explore the area. Go right ahead. Jó. I'll wait here. Oh, okay, egyedül megyünk. Path leading deeper into the jungle. Um,
Körbe-körbe megyünk. Okay. Giant Anaconda. És azzal mit csináljunk? Hold on. I'm not going anywhere near that snake. Mit javasolsz? I hate snakes. Csapjuk meg. That doesn't seem to work. Nem. It's my favorite piece of equipment. Hogy kéne oda átjutni? Three. Hold on. I'm not going anywhere near that snake. Valamivel ezt az anakondát el kéne innen csalni. Most gondolkodok. Gondolom látszik. Talk to Parrot. I can't talk to that bird from here. Szembe fa törzsére? Hát, szerintem az messze lesz, nem? Hát és nem is tudok. Hát erre tudnék, de amíg rajta van a kígyó, addig nem lehet. Hát itt nem tudok. Ha, mit kéne a kígyóval csinálni? Hát addig nem tudunk neki semmit. Menjünk vissza, beszélünk a nővel. Hát, ha ő tud valamit... Na. Excuse me. Yes? Nem tud semmit. But what do we do now? We probably should find Sternhardt. But I'm not setting foot in that malaria infested hole. Jó, ide be se jön ide. Ajaj. Nem tudom, ezt a rágcsálót kéne, ez. That's my whip. That critter's too far away. Ah, túl messze van. My favorite piece of equipment. Lehet, oda kéne hajtani. He looks like a jungle rodent. Na jó, de... Ne menj ki. Mert hát, ha kígyó megenni ezt a rágcsálót. Give jungle rodent to... Nem. It's my favorite piece of equipment. That critter is too far away. Szerintem semmit nem tudunk. Tehát az ostor biztos nem jó.
No. Valószínű nem ez amúgy a megoldás. Mondom, így kergetjük egymást. Csak az a baj, hogy... Pick up. Hát... He's too fast for me. Too fast. Vagy valami még hiányzik, hogy... Hát never mind, hát ki segítség az persze jöhet mindig. Mert én nem tudom most, hogy mit kéne. Hát, megdobhattam a könyvvel is. We'll give. Looks like a jungle rodent. Nem mindegy, hogy hol ostorozom. Hát igen. Mert gondolom van egy pont, ahol átmegy a... Ah, itt most kiment. És az is visszament. Aha. Jó, mi hogy jutottunk át oda? Walk the jungle pass. Nem itt, hanem itt. Igen. Szevasz. Akkor ez előtt kéne? Vagy ő itt át tud menni simán is? Na, megpróbáljuk ott ostorozni most. Gyere vissza, Indi. Szivacs. Tessék, ott is van. Nem mehetünk. Hát ezzel mindenki jó járt, kivéve a kis rágcsáló. Kapibara? Hát lehet, hogy kapibara volt, igen. Na és akkor most már tudjuk. Nem tudjuk. Na, nézzünk rá erre a fára. Flexible. Hát na jó, de... Push. I can't move it. Hát de ak- I don't think that'll work. I can't move it. Nem mozog. Hát akkor csak simán... Jó. Simán fölmász. Wow, some bridge. Hi, Indy. Me up. Hello. How did you get over here? While you were off bushwhacking, I found a path. Nagyon ügyes vagy. Let's look around. Beszélgessünk ezzel a madárral, hát ha ő látott valamit. Hello?
Polly want a cracker? Polly want a cracker? Twenty-three Skidoo. And Tyler too. Time to whack her bush. Ezt kár volt kimondani. Family friendly stream. Jó, look at temple. A monument to the genius of the Mayans. Egy maja templom. Menjünk oda. Stop! I'm begging your pardon, you can't go in there. The temple isn't safe. Nem biztonságos? Can I help you with something? Postcard? Replicas of the temple? Souvenir mugs? No thanks, Mr. Charles Sternhardt, PhD. Sternhardt. Thinker, researcher, PhD. Oda mondta, hogy PhD. Hallottátok? Én is így mutatkozok be legközelebb. Renato, PhD. Jó. Platón elveszett monológiáról, vagy dialógiáról. What can you tell us about Plato's lost dialogue? I'm the one who translated it, I can tell you that. I'd worry you were here to steal my last copy, but someone called Mr. Smith beat you to it. Oh no! Mm-hmm. What can you tell us about Mr. Smith? He showed up last week, a Nazi. Old man with a German accent and a pistol. He could have taken all my souvenirs, but he only wanted the lost dialogue. Ha, tehát neki is ez a szöveg kellett. What can you tell us about the temple? Glad you asked. The locals play Mayan Indian games. Now I ask you, does this look like the work of primitive savages, or does it seem much too civilized? Why aren't we allowed inside? How do I know that you aren't a pair of silly tourists? I only show the temple to reputable scholars. I'm Dr. Indiana Jones. Is that scholarly enough? Indiana? Sounds like the name of one of your states. Or possibly a cat. Actually, it was the name of a dog. Sophia! Igen, szeretnénk körülnézni. I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. I don't know the title. Title! Well, at least you're an honest man. Hát ez akkor... Oké. Okay. Hát, Sedit Adria, ez csak ilyen helyesírási kérdés, hogy most a doktor az kis D vagy nagy D. A neid? Mm. Hát mindegy, ez van. Akkor a templomba nem tudunk bemenni. Tehát vissza tudunk jönni. Akkor valószínű ennek a fickónak. Stop. Excuse me, the temple isn't open to the public. Kell a címe, és valószínű akkor enged be. Listen. Yes. I'm hoping to find some evidence of Atlantis here. Evidence is easy. You're surrounded by it. Proof? Now that's hard. Does that mean we came to the wrong place? I pretty much lost hope myself. But old legends and rumors die hard. What kind of rumors? Local legend has it that the temple was built by men who are not men. What are men who are not men? Who knows? I've heard everything from giant men with snakes for tails to giant snakes with men for heads.
You actually believe Atlanteans lived here? Azt hiszem, lehet, nem is emberek építették. Hát a Mentin nem úgy érti, hogy men, hanem hogy emberek. Tehát nem úgy, hogy férfiak, hanem általában emberek. Hát próbáljuk meg. Kicsit csalásnak tűnik. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. The Aeneid. Aeneid! Too bad, Erblas, that's not the answer. Oké, nem az volt. Na jó, akkor abba adjuk. Jó, akkor... Hát valakitől meg kéne kérdezni. Várjunk csak, Sofiával beszélünk, mert hát... Sophia? Yes? Let's look around. Jó, akkor okay. Ez itt most jelenleg jelenleg zárt út. Szóval hát nem tudom, menjünk vissza az öreghez. Let's find the airport. Mondjuk nincs a kezünkbe semmi. Hát nem tudom, Izland. Kérdezzük meg hát, ha ott az öreg tudja a címét a... Itt a ásatáson, aki van öreg, tudja a címét a Lost Dialogue-nak. Dr. Heimdall. You again. Must you by your me? So long. Good luck, fellow believer. Asztalon van itt valami kint, igen? Megnézzük. Nem nagyon. Pick up. Nope. Nem. Jó, hát akkor itt sin különösebben semmi. Hát itt az encampmentbe szerintem úgy sincs semmi, bár it looks like someone's still living here. Igen. Hát open. Ezt nem tudtuk. It doesn't seem to open. Use. I don't think that'll work. Itt más nem tudunk csinálni. Oh, jó. Let's head for the airport. Hát akkor ide a öreghez. Megnézzük. Mennek kéne hozni valamit. A nyakláncotnak biztos nem fogja odaadni a Sofia. Gondolom, legalábbis. Listen. Yes? Here, talk to him again. Okay. No. Mr. Costa. Why, hello. Hello again, Professor. I've given you all the help I can unless you have something to trade. Don't be a stranger now. Ah, okay. Interesting character. Okay, akkor vele se tudunk semmit csinálni. Hát nem tudom, tanácstalan vagyok, esetleg... Let's get out of here. Hmm.
Ó, nem ide akartam. De New Yorkban tudunk valamit csinálni? Szerintem nem. Mindegy, megnézzük. Mert tudni kéne a címét a... izének. Ennek a dialógnak. What are we doing here? I was gonna ask you the same thing. Okay. This is your territory, Professor, not mine. You figure it out. Let's look around. You go, I'll wait. Hát igen, lehet, hogy semmi nem lesz. Ez az office door. Hát mindegy, itt még körgörül nézünk. It says, wanted, rideshare to World's Fair. Remek. Ja jó, itt jöttünk ki. Hát akkor így se lesz semmi. De nem mondta senki, hogy mi a címe, ugye a... dialógnak. Nem. Nem emlékszem rá én se. De mondhatta volna. Aha. Nem is így sincs senki. Here's a cartouche from the Well of Souls. Jó, akkor hát egyedül az öreggel tudnánk akkor még szerintem valamit beszélni. Úgyhogy akkor még lehet, hogy vele, mármint a Azori szigetekes. Oda is egyszer akarok menni. Csak az a baj, hogy a repülőbe kell menni, aztán az a reptér rohadt szeles. Amúgy is félek a repülőn, nem hogy még akkor, ha valami van. Repülés overrated. Mint egy nagy busz. Hát igen. Csak ez repül. Mr. Costa? Alapvetően. You again? What do you want? Let's talk about a trade. Okay, what you got? Hát szerintem ennyi se lesz jó. I'm offering this genuine American-made bullwhip. Not a chance. What good is a whip in this day and age? Got anything else? Archaeology magazine. I'm offering this rare archaeology magazine. That magazine rejects all my articles. You keep it. Hát ha szar vagy, érted? Come back when you've got something worth my while. Majd mindig visszadobják a cikkeit. Don't start with me. Jó, akkor... Excuse me. Yes? Már beszéltünk azzal, aki a megoldást nyújtja. Here, talk to him again. Okay. Hát egyedül akkor csak a yucatános fickó lehet. Na. Hát és nem. Mr. Costa! Why, hello! Hát akkor a Izland. We need your help. I've given you all the help I can. Hát de tikál az a Yucatán. Don't be a stranger now. Jó, akkor megyünk. He's a sweet old guy.
Just another Atlantis-addled mind. Tehát a Tikal van a Yucatán félszigeten. De akkor most már majd Tikalt mondok. És akkor nem zavarodunk össze. Hova? Na de várjatok, mert hát neki kéne megmondani, hogy most beszéljek az izével a papagájjal, hát ha ő tudja. Echo. Tip a canoe. Unpile a pool. Me and you. Unpile a pool. Polly want a cracker? Polly want a cracker? Hát, őszintén szóval fogalmam sincs. Bye bye birdie. Bye bye birdie. Hullabaloo. Unpile a poo. Nem tudom. Stop! Begging your pardon, you can't go in there. The temple isn't safe. Pedig ő mondja meg. Caribou. Unpile a poo. Hát de hogy, hogy... Listen. Yes? I'd really like to explore the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. I don't know the title. Title! You're no student of Atlantis, then. És akkor lehet, hogy most kell vele beszélni? Oh, okay. Title? Hermocrates! A friend of Socrates! Hermocrates. Stop! Igen, eddig ez az option nem volt. Listen. Yes. About exploring the temple. Tell me the name of the lost dialogue of Plato. The Hermocrates. That's it. That's it. Well now, perhaps I was wrong. You seem to know what you're doing. Walk this way, please. I don't trust this guy, Indy. I know what you mean. Nem bízik benne, Sophia. Come on. Here we are. Let's see what you can do. Looks like it could use a nose. Kéne neki egy orr.
Mi az, hogy orr? I can't move it. Voldemort. I can't move it. Mi? Looks like it could use a nose. Sophia? Can I talk to you, Sophia? What's up? Could you talk to Sternhardt and keep him occupied? Okay. Dr. Sternhardt, I'd like to speak to you. Engraved symbols of water and life. Engraved symbols of water and life. I can't move it. It doesn't seem to open. A nose. Let me... Valami föl kellene vennünk, ami nincs nálunk. Looks like it could use a nose. Excuse me, won't you? Let's see what your friend is up to. Say there. Yes. What was the purpose of this chamber? You have me there. Some sort of crypt? Listen. Yes? So you've never found anything here? No, I'm stumped. Okay, akkor keresünk valamit. Kéne egy orr. Wait for me, old bean. Trinkets. It's a lamp filled with kerosene. Egy lámpás. Pick up. Sorry, old chum. That lamp's a part of my shop. I can't let you have that. Okay, de akkor... Excuse me. Lehet itt valamit venni? Don't mind me, I'm just here for the fresh air. Sophia? Yes? Let's look around. Lopjak, okay. Okay. Pick up. Sorry, old chum. That lamp's a part of my shop. I can't let you have that. Listen. Oh, nem Sofiával akartam beszélni. Let's look around. Okay. Excuse me. Don't mind me, I'm just here for the fresh air. Mert mi a gond, nevermind? Hold up there, friend. Ez a fickó, ez nagyon jön velünk. Lehet, hogy most kéne lekötni.
Sofiával akarok beszélni. Can I talk to you, Sophia? What's up? Could you try and keep Sternhardt busy again? Again? He's such a windbag. Windbag. I've got another question for you, doctor. És akkor most kimegyünk, akkor nem tudom, hogy jön-e utánunk. Good thing that pest Sternhardt's not around. Jó, más nem tudunk fölvenni. Na jó, de... most azt tegyük rá. The secret ingredient is crime. Igen. Excuse me, won't you? What's up? Let's see what your friend is up to. Well, that doesn't seem to work. Na, de azért mondom, hogy ez most sokat... lamp filled with kerosene. Sokat nem segített rajtunk. So, you took my lamp, eh? I hope you know what you're doing. Ráadásul le is buktunk. Well, that doesn't seem to work. Hát az ostort... nem jó ötlet szerintem. Well, that doesn't work. Igen. Hát ha segít. Looks like it could use a nose. Nose, de hát... well, that doesn't seem to work. Más meg nincs itt, amit tudnék. Nem csak annyit lehet a lámpával. It's a lamp filled with kerosene. Ja, miért érdekes az, hogy kerozin van benne? Better not spill the kerosene. Mint ha valami sugallni akarna. Well, that doesn't seem to work. Hát, na jó, de... Can I talk to you, Sophia? What's up? What do we do now? Let's keep looking. Kösz. Mit lehet csinálni a lámpással? Igen, a kerozin van a lámpában. Azt kéne onnan kivenni, gondolom. It's already open. Tehát ki van nyitva? Well, that doesn't seem to work. De akkor... already open. Well,
that doesn't seem to work. The me mean. Better not spill the kerosene. Jó, és be lehet csukni. Jó, most be van csukva. Na mindegy, ki van nyitva, de... Hát így nem lehet az Animal Head-en használni. Na. That doesn't seem to work. Gyújtsuk fel a doktor... nem. Temple Exit. Hát a fogalmam sincs. A két oldali spirál nem egyforma. Ez igaz. That doesn't seem to work. Engraved symbols of water and life. Engraved symbols of water and life. Hát igen, ez itt mindegy forma, itt meg mintha valami lenne. Spirit. Ah. Na várjatok. Look, the kerosene ate away the tarnish. Remarkable. Igen, egy másmilyen volt. Hát igen, a régi játékok nem egyszerűek. Jó, és akkor? This one looks different, more deeply etched. Engraved symbols of water and life. De nem most júzoltuk. I already did. Oké. Okay. I can't move it. Nem. Doesn't seem to open. Jobb oldali lesz. Well, that doesn't seem to work. És akkor mit csináljuk? Simán csak... I can't move it. Engraved symbols of water and life. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. On the right. Fel tudom venni. Now I got it. Marvelous. Jó, és akkor ezt tegyük bele ide a fejbe. It fits perfectly. Now it looks kind of like an elephant. Amazing. Amazing. It resembles an elephant's trunk. Jó, és akkor... That doesn't seem to work. Pull. Look at that. Oda néz. Astonishing. Astonishing. Bless my soul, the tomb of an Atlantean king. A király sírja. With images of land and sea engraved on it, I do believe it's a wordstone. At last I have the thing. Goodbye, fellow speakers. Wait. Oh no, he got away.
Ó, és mi van ott? Like a bead of orichalcum. Egy darabka. He missed the orichalcum bead. Oké, és itt gondolom más nincs. Who knows? Maybe it is the tomb of an Atlantean king. Jó. Na és akkor ezt már lehet, hogy el tudjuk majd bótolni az öreggel. Viszont azt már nem most fogjuk megnézni, ha egyáltalán megnézzük. Ugyanis most itt ezzel megállunk, és akkor még ránézünk a Settlers-re. Elvileg, hát nem tudom, hogy mentés van-e. Azt fogalmam sincs. Mert azt nem tudom. Hát mindegy, kilépek most ebből a játékból. Azt tuti. Igen, ezt. Oké. Okay. Hát kíváncsi vagyok. Hát most elindítom újra. Csak úgy próbaképpen. Zére lép ki, igen. Hát ez igencsak előről indult. Na mindegy. Jó, nem érdekes. Mindegy, így, hogy már tudjuk, hogy kell eljutni, azért hamar el lehet jutni idáig. Szerintem ez ilyen, mit tudom én, negyed óra egyébként, amit most itt eltöltöttünk majd 2 órát. Hát igen, ez elindult előről. Jó. Semmi gond. Hanem akkor ránézzünk még a Settlers-re röviden. Igen, így már tényleg hamar megvan. Na most a Settlers-nél az az érdekes. Ó, Istenem. Hogy így indul a játék. Hát lehet, hogy ezt nem látjátok már a felbontást, de egy ilyen settings. Ugye, hogy beállítsuk a játékot. Ugye itt a display size, language, ugye itt a legacy control lehet, és akkor player 1, player 2. Hát igen, itt már volt egér. 93-ban már azért volt. De ugye player 2 lehetett keyboarda, és akkor itt be lehetett állítani. Hát ott nem lehetett beállítani régen, ott az volt kész. De itt ugye lehet állítani. Na mindegy, ezt csak meg akartam mutatni. Hanem akkor... elindítom a gémet. De én ilyenkor nem tudom, hogy a Ubisoft mit csinál. Ez valami katasztrófa. És akkor itt a gém. Ó, elnyomtam véletlen. Várjátok újra. Nem akarom az intrót elnyomni. Tehát érted, itt most a Ubisoft kért tőlem, ezt lehet, hogy ti nem látjátok, egy ilyen adminisztrátori jogosultságot. Nem semmi intró, mi?
és nem tudom beállítani kategóriának a Twitch-en. Nincs ilyen kategória. Az igen. Hát mindegy, ez volt az intro. Hát mindegy, beállítottam a New Allies-t kategóriának. Remélem nem lesz belőle probléma. Ez van. Nem tudom, miért kell admin jog egy videójáték futtatásához, főleg a Settlers-hez, na mindegy. Jó, hát itt a credits a játék elején van. Na, és akkor Blue Byte, ugye, amit megvette Ubisoft valamikor, és ugyanez a csapat fejlesztette a Anno 1800-at is, meg az összes Anno game-et. Ez a Ubisoft Minds, ezek németek. Jó, hogy is volt? Engedj játszani! Oké, gombot kell nyomni. És akkor itt lehet állítani. Hát voltak ilyen optionok. Ez a zene beki, hangerő, SVGL mód, ugye ez a nagy felbontás, ezt nem is tudom, azt hiszem ilyen 640x480, de lehet még az alatt volt az SVGL, már nem is emlékszem. Jó, oké, és akkor itt lehetett az, hogy... Igen, volt tutoriál, nem érdekes, egy player, és akkor itt lehet itt a map size-al játszani, volt two player mód, tehát akkor ketten voltatok, 800x600 volt az SVGA, az menő, van egy demo, és akkor itt van a campaign mód, amikor itt Julia ellen kell nyomni. Na hát, kezdjük el. Térképen hogy tudok mozogni? Mert ugye itt ki lehet választani, hogy... Hogy tudok mozogni a térképen? Mert arra emlékszem, hogy... Igen, hogy itt ki lehetett választani, hogy hova rakod le a kastélyt. Igen, és akkor itt volt ilyen ground analysis, és akkor, hogy miből mennyi van itt arany, vasért, szén, meg kő. De ugye kellett erdő is, meg kellett víz is. És ő már ide le is rakta a sajátját. Tehát az ellen már építkezik. Hát mi akkor berakjuk ide. Nem. Jó helyre rakta le a fene a dolgát. Hát mindegy, rakjuk le ide. Legfeljebb gyorsan megleszünk. Hát vagy győzve, vagy legyőzve. Na, és akkor
itt lehet építkezni, ugye mappon ki lehet választani, hogy hogy hova akarsz, és itt, hogy mit akarsz. És akkor ez a kőfejtő, de ugye ez önmagában nem volt elég, mert utat is kell építeni. Azt hogy is kellett, igen. Igen, és akkor itt mutatja, hogy mennyire steep, tehát milyen a meredeksége az útnak. Hogyha meredek, akkor lassabban mennek a kiszolgáló egységek, úgymond. Jó, és akkor itt most rákötöttük, és jön a kis settler, és elkezdi építeni a házat. Jó, kéne terjeszkedni. Fú, azt hogy is lehetett? Hát... Jó lenne emlékezni rá. Mert itt rögtön ad mindent. Help meg nem nagyon van. Vagy csak én nem látom. Oké, meg lehet állítani. Meg föl lehet gyorsítani. Hát... Én úgy emlékszem, hogy ezek a military buildingek. Hát, meglátjuk. És akkor elvileg a military buildinggel lehet... Most miért nem tudok oda... Shit. Elvágtam az utat. Akkorák a pixelek, hát simán meg lehetne számolni, persze. Akkor ezt is direktbe kell bekötni. És nem lehet... Ja, de így lehet lerakni izét ezzel kereszteződést. Jó. Oké, és akkor meg vagyunk, azt hiszem. Jó. Kéne ilyen, hogy favágó, az fontos. Az ez lesz. Oké, teszünk mellé egy erdészt is. Oké, és akkor itt vannak ilyen kis emberkék, akik csak így irányítanak, hogy merre kell menni. Jó. Na, kőfejtő van. Erdészfavágó van. Tudnám, hogy a határokat mivel lehet kitolni. Meg hogy ez micsoda. Hát... Hát, hogy nem kéne. Milyen szomorú hangja van. Valami halvány emlékfoszlányok vannak, de például... Ja, igen, várjatok, mert ugye ilyen, igen, ide tudunk kis épületet rakni, ilyen helyre meg nagy épületet. És akkor ilyen helyre már tudjuk ezeket is tenni, de hogy ezek mik... Azt tudom, hogy hát ez itt a pékség, mert minthogyha itt egy ilyen cipó lenne. Ez talán fűrészüzem. Ez szerintem military, de már mondom halvány nagyon az emlék. Ez meg újra az eleje. Ez halászház, az tuti. Szóval azt le is lehetne rakni. Most az, hogy hal kell, hogy mire kell.
hogy vagyunk? Ez a map. Mit csinál ez itt? Jó, ez is itt szépen építkezik. Ja, igen, körbe-körbe megyünk. Oké, okay, jó. Mert megértem, hogy miért vagyunk ilyen sokan. Oké. Okay. Legalábbis azt hiszem, hogy ez phishing, hát. De majd kiderül. Tényleg arra nem emlékszem, hogy terjeszkedni veled. Na mindegy, és akkor itt van a kő, már, kőfejtő már is kezdte a feladatát, tehát ő már nyomja is. És szépen viszi be a követ, és majd jön egy kis ilyen szállító, aki meg majd beviszi a várba. És akkor ez meg itt hozza ki. Te esküszöm, nem emlékszem, hogy melyik épület micsoda, és... Na hát, ezt fejtsétek meg ti. Brutális. Szerintem az, hogy ugye a munkásoknak mennyi kaja kell. Az aranybányába kell a legtöbb. És akkor ugye a vasért, szén, meg kőfejtő így egyre kevesebb, de nem lehet, hogyha többet adunk, akkor gyorsabb lesz a termelés. Hát esküszöm, nem emlékszem. Nem adott kézikönyvet. Vagy legalábbis én nem láttam. Lehet, hogy van valami. Nyilván helpet lehet online találni milliót, én ebben biztos vagyok. Annó nem találtunk. Igen, ez itt, hát a malom az mondjuk egyértelmű. Itt szerintem ez valamiért úgy rémlik, hogy ez egy sertéstelep. De lehet, hogy... Hát igen, megvettem persze. Nagy nehezen sikerült megvenni. De ezek még, ezt nem tudom. Ja, hát igen, volt könyv a játékokhoz, igen. Nekem a Settlers 3 volt meg eredetibe. Mármint, hogy mindegyik, ez is meg volt eredetibe. De a Settlers 3-hoz arra emlékszem, hogy tényleg nagyon vastag könyvet adtak. De mondom, hogy ezek... Igen, akkor ilyen szerszámokat is kell gyártani. Akkor ez szerintem ilyen prioritás, hogy a szállítók mit prioritás... Tehát, hogy az adott úton milyen prioritása legyen. Az egyes eszközöknek. Mondom, nem olyan egyszerű ez. Hát igen, a papírdobozos, tehát a dobozba fér cucc. Tényleg ott komoly leírások voltak. Használati útmutatók meg tényleg nem csak az volt, hogy oda basszák a dobozt, már bocsánat. Nyilván a mai játékok annyiban is egy kicsit másabbak, hogy... Ja, és akkor ott megy a horgász. Be is ment. Annyiban mások is voltak, hogy azért jóval bonyolultabbak voltak. Mármint nem... Inkább úgy mondom, hogy nem nagyon lehetett játék közben magyarázni. Tehát itt most nem az van, hogy mint a New Allies-ba, ugye, hogy írja a quest, hogy mit csinálj. Hogy kattints ide, nyomd meg azt. Hanem itt ugye a könyvből kellett kibogarászni. Ugye, mint az RPG-knél is, hogy ugye régen egy gótiknál azért tényleg ott kellett agyalni, hogy akkor most hova is kell menni, mit is kell csinálni.
vagy hát mondjuk akár mai, mit tudom én, az Elden Ring se olyan, hogy ott 60 felirat van, tehát nem egy Ubisoft game, hogy tulajdonképpen a szádba rágja, hogy mit kell csinálni. Ó, és ott megy a Soldier, megy ebbe a őrtoronyba. Úgyhogy akkor ez military unit, azt nem tudom, hogy ez most nekünk ki fogja tolni a határt, mert valami kitolja a határt. Látjátok? Ez kitolta a határt. The knight has occupied this new building. Tehát egy lovag. Ó, és akkor itt jönnek a lovagok, így van. Na, és akkor ide tudunk küldeni. Hogy is van? Mert ezt valahogy föl kell tárni. Nem tudom, hogy... Hát lehet, hogy utat nem kéne építeni. De valahogy... Ide kellene küldeni... Mert ide tudnánk bányát építeni, csak nem mindegy, hogy milyen bányát. Most ezen gondolkodok, hogy... Vagy ez lehet, hogy a későbbi részben volt. Mert hogy ilyen régészek, hogy hívják azokat, akik föltárják, hogy milyen nyersanyagok vannak a... Nem fog eszembe jutni. Na mindegy, de valahogy... Nagyon advanced a dolog. Mérnök, hát... Ja, valami olyasmi. Itt a productionről a stat. Mondom, nagyon összetett játék volt ez már akkor. És most nem is emlékszem, hogy... Hogy lehetett ide. Mert csak úgy akármilyen bányát nem tettem le. Igen, és itt látszik is, hogy az ellen az ilyen kis táblákat kihelyezett. Például itt ez ilyen kis fekete tábla, az azt jelenti, hogy ide szénbányát kell rakni, még egy kis sárga, az meg aranybánya. Csak azt nem tudom, hogy... hogy azt hogy csinálta. Shit. Mert ezzel megépítjük a bányát. Vagy van egy külön ilyen épület? Nem hiszem amúgy. Ah, oké, és akkor itt kapjuk az üzenetet, hogy emiatt az épület miatt elvesztettünk valamennyi területet. Hű, ő azért jobban áll, maradjunk annyiba. Mondjuk ő nem narrál közben, nem csinálja a dolgát. Na mindegy, egyelőre akkor építkezzünk mi is. Hát nézzük meg, hogy ez mi. Nem tudom. Tényleg nem emlékszem. De
De kiderül. Kitapasztaljuk. Hát lehet, hogy nem a legjobb mappot választottuk. Kicsit kevés a terület. Hát minden beépítünk egyet, azt megnézzük, hogy mik ezek. És mindegy igazából. Játszunk. De lehet, hogy kéne csinálni ilyen nagy military unitot. Mondjuk az is igaz, hogy ennek valószínűleg olyan költsége van, amit még nem engedhetek meg magamnak, de mindegy, kiderül. Jó, ide is leteszünk valamit. Mondjuk ilyet. Mintha ez lehet, hogy valami arannyal kapcsolatos dolog. Mert ez a sárga cégértábla az gyanús. De hát meglátjuk. De a domboldalban nem tudok nagy épületet. Mondjuk egy malmot lehet le kéne dobni. Oké, és... Aha, ez itt szerintem ilyen szerszámkészítő, csak hogy ott a kalapácsot látszik. És akkor ezek ilyen mezőgazdasági épületek, valamelyik, tehát ilyen állattenyésztéssel kapcsolatos, nekem legalábbis úgy rémlik. Nyilván építünk olyat is. Az meg már nem fog ide férni, mi? Ja. Hát azt lehet, hogy nem tudom hova letenni. Jó. Egy ilyet ide építünk. Közben itt pecázik a mi kis horgászunk. Jó, mindegy, kaja az kell, dögivel, az biztos. De hogy küldök kézét? Aj, de bosszant. Azt tudom, hogy... Ugye ezek a termelési láncok. És akkor most mindenki nyersanyagra vár. Látok, még fűrészüzem is kéne, nem? Most ezen izélek. Azt tettünk le? Gondolom tettünk le ilyet. Kattintottam én mindent. Aha, te József hordja ki ide a ház elé a cuccot. És akkor itt viszik el. Ja. Hát jó. Szép lassan majd beépül. Ah, ide még tudunk egy ilyet. Nyilván nem ez a legokosabb, ahogy én csinálom most. Hogy mindent egyszerre. De hát mindegy. Most ez így alakult. Oda bosszant, hogy nincs ilyen
kategória Twitch-en. Na mindegy. Jó, hát lehet, hogy egy kicsit... Bepörgetjük egy picit. Hogy lehet földmérőt kiküldeni? Nem földmérő. Gyorsan ránézek, amíg itt épülget a dolog. Hát igen, vannak ilyen guide-ok. Ah, itt a Settlers Online, ami katasztrófa. Geológus. Geodéta az földmérő. A görgővel kellett kattintani. És akkor elvileg ott jön. Aha. Szépen épülgetnek itt a dolgok. És akkor itt jön a geodéta. Geológus. Akkor semmilyen egéren nem volt görgő egyáltalán. Mondom, akkor jobb klik volt, csak valamiért most itt nem a jobb klikre rakták. Vagy dupla klik, vagy nem, dupla klik se nagyon volt. Hát bal vagy jobb klik, hát Macintoson meg nem tudom, shift klik, vagy valami ilyesmi. Na, és akkor itt van nekünk egy szénbányás lehetőségünk. Na, majd teszünk is le egy szénbányát. És ott kopácsol az öreg. Aha, és akkor a mérete a izének a táblán, a körnek megmondja, hogy ott mennyi nyersanyag van. Tehát, hogy mennyire nagy a lelőhely. Ott semmi nincs. Ez remek. Jó, az aranybánya meg azért jó. Nyilván a kőfejtő, a szénbánya meg a vasérc az viszonylag egyértelmű, ugye a fegyvergyártás, meg a szerszámgyártás. Az arany meg ugye a katonáknak a zsold. Alapvetően arra kellett. Ide leteszünk itt szénbányát. Aha, meg talált vasércet. Csak oda most nem tudunk építkezni, miért nem? Lehet azért, mert itt van az izé zászló. Na mindegy.
Ez van. Közben kémkedünk egy kicsit. Aha. Hát azért annyira nem áll jól. Még ilyen alap buildingeket tesz le. Mondjuk terjeszkedik elég rendesen. Jobban, mint mi. De majd ez megépül. Akkor ez egy jó nagy területet fog hozni. Lehet, hogy ide még leteszünk egy... What? Na várjatok. Save. Tényleg. Disk message, game saved. Zsír. Jó. Arra már nem emlékszem, hogy... Fú, akkor ez floppy-ra mentett? Gondolom. Itt terjeszkedünk egy kicsit közbe. Csak mert... azt nem tudom, hogy a... Mert nekem volt egy... Tehát két Amigám volt, egy 500-as Amiga, meg egy 3000-es Amiga. És az 500-as Amigában nem volt háttértár. Tehát ott floppy-ról ment minden. Beraktad a floppy-t, azt ment. Azt nem tudom, hogy akkor ez most floppy-ra mentett. Hát valószínű. Na mindegy, nézegessük az épületeket közben. Próbálom megfejteni, hogy mi mit csinál. Lehet, hogy kicsit lassítok most rajta. Hát, itt valamit kevergett bent a fickó. Aha. Hó, ott ilyen nagy izébe védő sapkába ment be, vagy ilyen, tudjátok, mint a heggesztőknek van az a védő sisak, vagy maszk. Nem is tudom, hogy minek nevezzem. Akkor gondolom, az, lehet, hogy ez az öntöde lesz. Nem tudom. Megvan-e még? Hát, az 500-ast eladtuk, azt tudom. A 3000-es szerintem szüleim padlásán van. Talán. Ott megy a nagy kalapácsolás. Ott letett valamit, ez egy pajzs. Lehet, hogy pajzs amúgy. Csak akkor az kell a katonáknak. Jó, itt a geológus az heggeszt, mint az őrült. Hát vasércbányát sehol nem tudok letenni. Hát mi van, hogyha ezt én itt... Nem, akkor se tudok letenni ide bányát. Hát ez szomorú. Na mindegy, szóval az 500-ast azt tuti alattuk, de az... Tényleg régen. A 3000-es az... Mondom, elvileg a szüleim padlásán kell, hogy legyen. Elvileg. Majd nyáron megyek haza, akkor... szerintem azt előbányászom valahonnan. Mert szerintem ott a padláson még nekem van egy... eredeti első szériás Gameboy-om is. Ami... Hát, igen. Elég menő. Jó. Na, ahogy látom, épül minden. Itt megvárom, hogy a terület egy kicsit kintebb tolódjon. Ez pont most készült el. Ide jöhetne majd lassan a ott jön is a lovag. Ó, oké, akkor itt deszkát tudunk csinálni. Tehát ez egy fűrészüzem, ott viszi a deszkát. Ugye ami ahhoz kell, hogy nyilván az építkezésekhez. Ezt még itt nem tudom, hogy micsoda. Akkor itt van mezőgazdaság, látjuk itt a földek már alakulnak is ki.
a gabonakörök. Akkor itt pajzs készül. Itt mintha látnék egy kardot visz ott. Itt visz egy kardot. Akkor lehet, hogy ez a fegyverkovács. Vagy hát kovács. Mindkettő kovács. Ó, itt a kis coca. Ott hempergőzik épp a ganyéban. Meg eszi az utat. Oké, hát a malom az viszonylag egyértelmű, itt épül a bánya. Jó, hát van mindenünk. Oké, itt terjeszkedtünk. Hát ide kiküldünk egy geológust megint. Igen, ide továbbra se tudunk építeni. Hát igen, akkor nem mindenhova lehet. Nem mindenhova lehet. Hát még itt is van hegy. Hát, még ide is ki lehetne küldeni a geológust. Na. Pörgessük meg, mert menjünk kémkedni egy kicsit. Hát, hadsereggel ő se nagyon foglalkozik. Érdekes. Meg mintha úgy állnának a építkezései. Szerintem nincs deszkája. Igen, mert van favágó meg, de fűrészüzeme nincsen. Jó. Na, itt van egy nagy vár. És itt jön a lovag. Több is. Nézzed csak. Pont nem tudom letenni az aranybányát. Fenejtje meg. Oké, nem baj, küldünk ide egy geológust. Érdekes, hogy így a zászlóra kell kiküldeni. Nem emlékeztem. Na, hogy is állunk? Fogalmam sincs, hogy mi micsoda. Ó, oh, oké. Okay. Aha, ennyi emberünk van. Gondolom ezek itt a katonák. Azt nem tudom, hogy miért ennyi, gondolom. Ugye attól is függ, hogy milyen épületet rakok le, meg ad egy adott számú personált a game. Tehát, hogy ennyivel gazdálkodhatsz. De a fene se emlékszik már erre se. Meg hogy lehet támadni? Így. Oké. Okay. Jó, hát egyelőre még nem támadunk, mert szerintem korai. Valahogy ide kéne még military building. Nekem az a gyanúm. Na mindegy. Pörög a gazdaság. Ugye? Jó. Találtunk meg egy szenet. Na ide egy vasércbányát leteszünk. Csak hogy legyen az is. Jó. Na, milyen épületünk nincs még? Egyébként, mert itt most ugye lett helyünk. Ugye van ilyen csónakház. Ez mondjuk kis building. Na.
scene. Tehát ide... Ó, ide tudunk nagyot is. Tehát azt nem tudom, hogy ez a csónak, ez micsoda. Hogy akkor ki tud menni a vízre horgászni? Gondolom. Ide letennék egy ilyet. Csak a mihez tartás véget. Szerintem ez itt igencsak stalled. Tehát itt szerintem az ellen az egy kicsit mintha bebugolt volna. Ami nem baj, akkor én nyomok még itt hadsereget. Ilyenünk még nincs. Nagy kastélyt le is tesszük. Csak most már aranybánya kéne, az a helyzet. Jaj. Igen, oda csak bányát tudok. Hát igen, erre terjeszkedni nem nagyon... Itt a hegy miatt. Na. Ó, baszki, pont oda. Shit. Hát akkor ezt ledurrantjuk. Az arany az fontos a hadsereg miatt. És akkor ezt is le kell sajnos. Nem baj. Remélem le tudjuk tenni a izét. Na már. Nem tudunk oda bányát építeni. De hát meg kell várni, hogy ez leégjen. Ó, ez az. Oké. Okay. Van aranybányánk, szuper. És akkor a szénbányát átrakjuk ide. Vagy ide. Ja, itt lesz vasérc. Itt meg a szén. Jó. Hát már jobb ez a játék, mint a New Allies. Jó, hát nem véletlenül legendás egyébként. De lehet, hogy csak a nosztalgia beszél belőlem. És csak röhögtök magatokba, hogy lehetett élvezni ezt a vacskot. De akkoriban ez nagyon nagy, nagy game volt. Nem is a grafika miatt, vagy a izé, nyilván az is nagyon komoly volt, hanem az egész. Tehát, hogy tényleg kellett agyalni, hogy akkor most hogy van, miből mennyi kell. Nem itt az első mapon, mert itt látjátok, hogy ész nélkül felépítettem mindent. Az semmi különös. Hát most ha megnézzük itt az izéket. Hát mondjuk pont nem ez kellene, hanem... Igen, tehát így a termelés szépen megy. Kőből, deszkával, építkezek ész nélkül. Hát igen, mondjuk kaja lehet kéne több egy kicsit. Fegyver is rengeteg. Hát szerszám mondjuk nem nagyon van, de... Mindegy, valószínű itt az első mapon nem is nagyon kéne. Elsőre nehéz felfogni, hogy mi történik itt. Hát igen, mondjuk... Ja. Annyira nem vészes egyébként, mert tényleg csak épületek...
azok termelnek, és nyilván itt a kézikönyv jön képbe, hogy akkor most ezek itt mik, meg mi történik, de hát ugye ezek a termelés, hogy miből mennyi. Ugye itt például itt van a arany, ugye itt a nyers, és akkor, hogy abból mennyi aranyrút készül, hát ez a termelés ott lent van pirosba. Hát ez lehet, hogy már nem annyira látszódik, de nagyjából lehet, és akkor minél több arany van, annál több katona lesz. Mert tudunk zsoldot adni. Hát aranybány az hamarosan készül. És akkor... ja, lesz sereg. A nagyon nagy sereg úgy gondolom, hogy nem fog kelleni, mert... hát egy, kettő... kettő ilyen military unitja van, meg ugye a kastély. Jó. Meglátjuk. Jó, most már tényleg aranyat kellene bányászni. Hát, erre sem emlékszem, hogy hogy van amúgy. Hát igen, a kézikönyvbe meg kéne nézni. Na mindegy, várunk egy kicsit, mert itt épül egy nagy kastély. Ha jól emlékszem, azt itt építjük. Ugye várunk egy kicsit az aranyra, hogy beinduljon. Mert akkor lesz katonánk. Tehát komolyabb hadseregünk lesz. Ugye, hát a fegyvereket folyamatosan csinálják. Az ott látom, hogy hordják befele. Igen, hogy itt milyen épületből mennyink van. Ilyenünk nincs. Akkor ilyet is kell építeni. De minden másból van. Hát bányából annyi a mennyi. Akkor ide még leteszünk egy... ilyet. Én nem volt. De építünk egy rövidebb utat. Oké. Mert az ilyen szerszámkészítő, azért volt kevés szerszámunk itt a statokba, hogy itt nincs egy se. Mert nem volt szerszámkészítőnk. Fegyver az van. Dögivel. Az jó. Arany nem soká lesz. Van ilyen vas. Meg építési anyag. Kaja is van. Hát nem valami sok, de van. Igen, akkor lehet, hogy azt még kéne építeni majd. Hát meglátjuk. Lehet, hogy most egy kicsit már overkill ez a város. Főleg ez ellen, a enemy ellen. De hát meglátjuk. A támadás azért itt is meg kell fontolni. Ugye a New Alliance-ben is ez volt, hogy kihúztunk egy nagy sereget. Azt úgy nyomták le, mint a semmi nem lenne. Azért itt is figyelni kell nagyon, hogy ne legyen baj. De szerintem rendben lesz. Igen, itt egy kicsit sok bányát indítottam egyszerre, meg... na mindegy, megvárjuk. Ugye itt a szállítás is kicsit lassú ilyenkor. Mert ugye itt csak egy
szállítom egy mindig egy út szakaszon. Mondjuk ha gyakrabban tűzdelek le zászlót, akkor, tehát ha sűrűbben vannak a zászlók, akkor több szállító van. Csak ugye gyorsabb. Na, hát mindegy. Ezt most már kivárjuk. Most, hogy belegondolok, a játékban van tutoriál, tehát akár azt is el lehetett volna indítani. És akkor valószínű tudjuk, hogy ezek az épületek mik. Na, ide én még küldenék egy geológust. De nyilván kell út is. Na mindegy, szóval akkoriban ez tényleg nagyon komoly volt. Jó, nyilván akkoriban én nem azon agyaltam, hogy fú, milyen frankon van lekódolva, hogy izé, hogy hordják az izét, hanem csak néztünk, hogy fú, de jó, meg jól működött, tehát egy jól működő játék volt. Ah, oké, mentsünk. Megint eltelt fél óra. Hát akkoriban nem volt D0 patch, ez így van. Ahogy kiadták a játékot, kinyomták floppira, az ott volt. Ennyi. Tehát ott az... Ott volt egy game breaking bug, akkor... pereltek. Szín. Ez remek. Amiatt egy kicsit mérges vagyok, hogy a térképen nem tudok a nyilakkal közlekedni, pedig... Elvileg az volt mondva, hogy lehet. Hát, akkor mégse. Nem baj. Na akkor elvileg van most már aranybányánk, tehát lesz aranyunk, tehát lesz jó seregünk. A személyzetet itt látjuk, tehát szerintem most már lesz ilyen komolyabb seregünk is. Tehát nem csak ezek a gyengébb gyalogok. Legalábbis, ha jól emlékszem, akkor ez így van. Ugye, 8 aranyunk már van is. Fegyver annyi van, mint a szemét. Kaja is van. És akkor itt a személyzet. Hát nem tudom, hogy támadjam-e meg ezt a kicsit. Még várjunk. Érdekes, hogy most már nem tudok ilyet építeni. Ilyet. Hogy ennek mi lehet az oka? De ide meg lehet. Fegyverkezünk. Na jó, várunk még egy kicsit, aztán támadásba lendülünk, és meglátjuk, hogy mi lesz. Alapvetően azt akarom még kipróbálni, mert arra nem is emlékszem, esküszöm, hogy van.
azt tudom, hogy nagyon figyelni kell itt is tényleg a létszámra, hogy rendben legyen, de hogy mint, az pontosan hogy működik, arra már nem emlékszem, de mindjárt kipróbáljuk. Jó, hát talán mintha megmozdulna itt az arany, meg a katona termelés, kiképzés. Tehát már nem nullán van, hanem már itt mondjuk sárgában. Ha a személyzetet nézzük, hát még nincsen. Nem emlékszem tényleg, hogy van. A lakosság szám az nő. Ami jó. Ugye itt, ami hiányzik talán ebből a játékból, az az, hogy nincsenek lakóházak. Tehát látjátok, hogy mindegyik valamilyen termelő egység, vagy militáns. És az tényleg hiányzik, hogy tehát az nincsen. Hogy lakóházak legyenek. Mondhatjuk, hogy mindenki a kastélyban lakik. Ugye ebbe a klasszik ilyen Disney Castle. Fú, nem is, hát ha ti tudjátok, már nem emlékszem, hogy miről mintázták ezt a Disney kastélyt, azt hiszem Németországban van, vagy Ausztriában van, nem is emlékszem, valamilyen nagyon fura dolog rémlik, hogy miről mintázták a Disney kastélyt, na ez valami olyasmi. Na és Weinstein, én elhiszem, nem kell lakbért fizetni, a munkahelyeden laksz. Ez amúgy 200 IQ. Lehet én is beköltözök a munkahelyemre. Megsporolnék nagyon sok pénzt. Egy 1600 fontot havonta. Stream is mehetne bentről, net elég jó. Igen, ez nem home office, hanem office home. Így van. Nem ezt akarom. Valami nem jó. Vagy tényleg ennyire lassú lenne az arany. Mert most viszi az aranyat. Mennyi aranyunk van? 8, de aranyrudunk nincs. Pedig ez a Goldsmith. És látjátok, itt eléggé föl is torlódnak az áruk. Tehát itt a kereszteződésekben. Hát nem tudom, az a baj, hogy zászlót ide már nem tudok letenni. Több úgy ugyanoda, hát az a baj, hogy te gyorsíts, csak nem tudok már, tehát nem nagyon fér el már út. Tehát eléggé limitált itt a lehetőség is. Hát igen. Na mindegy, lehet, hogy akkor megpróbálunk itt támadást. Na, és akkor ott mennek a kis... Aha, arról is megy egy, meg erről is mennek. Na lássuk, pont a fától nem fogunk szerintem semmit se látni.
Gyerek, itt a gyerek. És akkor ott kijön. És ott megy a bunyó. Mondom, a fától pont nem látunk semmit. De hogy körbeállják? És itt állnak, azt nézik, hogy na... Meg is halt. Aha, de nem egyedül van, jön a kövi. Hú, és ott jön az utánpótlás. Igen. Oké, meghalt a miénk. Az nem jó. Oké, na még egyszer. Mondom, a kurva fát, pont nem látunk semmit. Hú, megint lenyomta a miénket. Megint lenyomta a miénket. Na hát, ha ez, ennek más a fejdísze. Azt is lenyomta. Igen, ez... Ahogy mondtam is, hogy... Figyelni kell. Ah, azt is lenyomta. Hát, ez most le fog minket nyomni. Shit. Jó, hát akkor erősebb seregkel. Vagy katonák. Ó. Hát ez ennyi volt. Na mindegy, leteszünk ide egy aranybányát. Biztos, ami biztos. Jó. Hát komolyabb katonák kellenek, ez az a tanulság. Én legalább ezt is kipróbáltuk. De még mindig nincs... Fura. És itt mintha meg lenne itt akadva az arany. Meg itt is itt egy csomó arany, meg mindenféle érc. Lehet, hogy ide ledobok még pár izét. Zászlót, hogy itt kicsit meggyorsítani a szállítást. De mondjuk nem itt van feltolódva, az is igaz, hanem itt. Hát igen, ezen is kell agyalni, hogy jó. De mondom, ez a gond, hogy... Valószínű ez a gond, hogy nem jut el ide a nyersanyag. És emlékszem, hogy van-e itt ilyen warehouse. Tehát olyan, ami ilyen... Hát warehouse, ahol be tudják vinni, de szerintem nincsen. Nem, nincs. Tehát mindent a kastélyba kell bevinni először.
És itt mintha valami be is lenne bugolva szerintem. Mert itt nagyon körbe-körbe viszik a cuccot. Aha. Na, várjátok. Hát pár utat még itt építek, hát ha. Mondom, itt nagyon sok, gyanúsan sok a cucc. Ja igen, itt akkor bejött a lovag, és itt elfoglaltuk a területét. És itt, ami az, azon a területen voltak épületek, azok így megsemmisültek. Ez fura üzenet volt. Na, itt valami gigszer van, azt tuti. Mert itt oda-vissza viszik a cuccokat. Ja, valami bug lehet. Hát mindegy, most építettem egy csomó utat. Csak megindul. Szomorú egyébként, de hát na mindegy. Megpróbáljuk újra. Hát nem valószínű, hogy sikerül, de... Hát, ha sok lúd disznó győz. Igazából ő nem támad minket, szóval majdnem mindegy. Na most legalább látszik, hogy mi történik. A nagy csata jelenet. Ah, lenyomta. Hát igen, valószínű tényleg egy nyilvánizé, hogy minőségibb katonák kellenek, csak ahhoz meg arany kell. De látjátok, még mindig itt van a... egy kupac arany. Pedig már építettem egy csomó utat. Meg itt is van egy csomó arany. Legyom minket. Jó, hát nem baj. Mondjuk az elsőt most is meg tudtuk ölni. Az első katonát legyőztük. Ugyanúgy, mint az imént. Lehet, hogy itt is így van. Lehet, hogy ez ilyen... Tudom én... Így van megadva, hogy az elsőt mindig mi nyerjük. Mondjuk így akkor előbb-utóbb elfogy.
Már így azért annyira nem izgalmas, mert tényleg be van bugolva. Vagy hát, mondom így teljesen megállt. Én nem olyan nagy kihívás lenyomni majd. Csak tényleg kell jó sereg. Minőségi katonák. Mondom, az összes nyers érc itt van. Mondjuk itt, mintha valami megmozdult volna, mert már nem az arany van itt. Meg már itt is hordják. Ami jó jel. Hát, ha megindulna a termelés. Hát nem is tudom, hogy lehet állítani most. Ezen gondolkodok, hogy... Mert mintha egy ilyen prioritási izé lenne, hogy mit vigyenek. Hát, ha ez segít. Na igen, akkor ezt megvárjuk. Most megadtam, hogy az aranyat vigyék. Tehát, hogy az legyen a prió. Meg az arany, tehát a nyers, meg a rúd. Uh-huh. Aha, ott már ott van és viszi is. Jó. Hát akkor talán ez segít. Lehet ez volt a gond, hogy itt amiatt dugult be. Mert nem az volt a lista elején, hanem más, és akkor emiatt nem haladtak ugye ezek az ércek sehova. Hát igen, a színű ez volt ugye egy eloszlásból generált egy számot, aztán nem az arany jött ki. Na mindegy, így most már az érc bejut ide. És akkor lesz aranyunk. Hát innentől már akkor valószínűleg tényleg csak idő kérdése, hogy mikor lesz minőségi seregünk. Ezt nem értem, hogy ez most mi. Na mindegy. És akkor a kastélyban már 9 vasérc van. Nézzük meg, hogy dolgozik a... és itt már dolgozik, jó. Szuper! Jó, hát akkor tényleg ez volt a probléma. Na mindegy, az biztos, hogy el lehet vele szórakozni, és ez még csak az első küldetés. Nyilván... itt igen, ez a másik probléma, hogy... ide a nyersanyag nem jutott el. De most már hozzák, mert ugye itt... igen, itt voltak problémák. Itt is ugye be van nagyon dugulva a dolog.
Na mindegy, valószínűleg most már elkezd épülni majd az aranybánya, így van. Jó. Szóval el lehetett ezzel szórakozni elég sokat, és ez tényleg csak az első küldi. És nem is tudom mennyi van, de... meglepően sok. Megpróbálom megnézni. Hát, lehet, hogy nem fogom megtalálni. Hálom szerint 43 óra. Hát, igen. Az úgy reálisnak tűnik. Na nézzük. Azt mondja, hogy 30. 30 mission van. És ez még csak az első. És az az érdekes, hogy mindegyikhez ad egy kód. Tehát egy kód van. Tehát egy kóddal tudsz, tehát nem az, hogy majd átlépszünk a másik missionbe, hanem majd ad egy kódot, amit be kell írni. Kint a menüben. Hát igen, itt már 11 ilyen van, de egy ilyen még nincs. Nem ez. Szerintem a mentés a pályán belül van. Tehát egy missionen belül. Nem tudom, még mindig nagyon lassúnak tűnik a... Mondjuk le... hát igen, a szén is kéne talán. Na, hol volt az a... Nem ez. Ez. És itt föntön visszük a szenet is. Mert lehet, hogy szén is kell a... öntödébe. Hát, nem tudom. Nem vagyok benne biztos. Tényleg kézikönyv kéne. De itt mintha írná, hogy kell. Mintha ez azt arra utalna, hogy kell. Na mindegy, most már azt is priorizáljuk. Prioritizáljuk. De továbbra sincs. Egy nagyon erős lovagunk. Mint akkor meg tudjuk adni, hogy ilyenek menjenek. Próbáljuk már meg még egyszer. Persze lehet, hogy ez se fog működni.
meglátjuk. Nop. Hát igen, ezek megint egy olyan dolog, aminek utána kell olvasni. Jó, de mondom, valószínű ez kell, hogy tényleg az a... Az az erős lovak kell. Amiből nekünk nincs. Tehát utána olvasgatok majd. Ja, ez megint le fogja nyomni az összes összeset, amit küldtünk. Most oda vidd be aranyot. Nem tudom, láttátok-e. Egyet lenyomtunk. Csak oda meg jön az utánpótlás rögtön. Mondjuk előbb-utóbb elfogynak. Gondolom. Jó. Na és akkor most megint tudnék ennyit küldeni. Nem tudom. Na mindegy, próbálkozunk majd még. Lehet, hogy elővesszük, nem kizárt. Majd, hogyha nagyon nincs jobb ötletem, akkor még nyomjuk. Viszont ma megállunk, mert most már kezd esteledni. Megpróbálom elmenteni. És reméljük, hogy meg is marad a mentés. Igen, és akkor ide kell a jelszót beírni a következő szinthez. Tehát így oldották meg a dolgot. Hash olyan, igen, olyan is. Olyan. Pár jelszó rémlik. Na, tényleg megállunk most. Ez ilyen nagyon kilépés volt. Mert tényleg most már este van, holnap meg dolgozni kell. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmet. Egy kis szülinapi streambe bohóckodtunk egy kicsit két kedvencemmel, gyerekkori kedvencemmel. Hát a hangulat az a Settlersnek tényleg ugyanaz, mint volt, ugye el is kapott a nosztalgia eléggé. Hát a Indiana Jones az egy picit talán más jellegű, de az is tényleg ilyen nosztalgia számomra. Na, úgyhogy akkor én nagyon köszönöm a mai figyelmet, még egyszer elnézést a délutáni elmaradásért, pótoljuk majd, amint lehet, csak tényleg sok a dolog. Na mindegy. Úgyhogy a jövő heti menetrend már lekérhető, holnap akkor megnézzük a Broken Age-et, ha jól emlékszem, legalábbis. Azt hiszem, azt írtam. Igen, Broken Age. Kedden a Journey-t, már ígérem két hete, szóval most már tényleg. És aztán hétvégén pedig
Mondom, ez a ti kértétek rovat, Antichamber, Quantum Break, nyomjuk egészen két hét múlva szombatig, amikor pedig elkezdjük a Last of Us-okat. Mondom, addig pedig kívánság műsor. Na, még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok, legyen kellemes estétek, és hát további kellemes hetetek, bár olyan sok már nincs hátra. Jó éjszakát!